Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Az ő következő lépése, ezt tekintjük meg ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra is a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, az ő következő lépése, vagy kérhetsz egy másik jóslást, díja minden jóslásnál 4000 forint, indiai asztrológiával kiegészítve 10000 forint. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő jelenlegi helyzetét a horgony mutatja. Neki fontos a biztos párkapcsolat, mert ő úgy érzi, úgy gondolja, hogy nálad le tud horgonyozni. A horgony jelentheti a munkát, a hivatást is. Lehet, hogy ezen a területen ismertétek meg egymást, ez lehet az ő munkája is, vagy azt is jelentheti a horgony, hogy egyrészt fontos számára a biztonság érzete, ahol le tud horgonyozni, le tud gyökerezni, másrészt foglalkoztatja őt a munkahelyi helyzet. Ki vagy mi befolyásolja őt, az itt látható. Ez a torony lehet egy nagyváros. Ez a torony jelentheti azt is, hogy ő meg akar nagyobbítani valamit, és ebben vannak külső behatások, kapcsolatok. A torony jelenthet egy hivatalos dolgot, vagy egy bírósági ügyet is, amit intéznie kell. Amit a torony még jelenthet, hogy ő fogva érzi magát. Olyan, mint egy labirintus. Keres egy kiútat, keres egy megoldást, és ez kihat a munkahelyére. Lehet, hogy ott nem érzi jól magát. Mit fog tenni? Az itt látható, ez a kép utal vitákra, veszekedésekre, nézeteltérésekre, tehát nála vannak viták ott a környezetében, különösen, ami a munkahelyet illeti. Az is lehet, hogy nincs jó hangulatban, hiszen vannak problémái, és ez azt jelenti, hogy kettőtök között vannak nézeteltérések. És hogy reagálj erre? Mit kellene tenned? Vedd észre őt. Tudd azt, hogy nála problémák vannak, különösen, ami a munkát, a hivatását illeti. Vannak viták, nézeteltérések is. De ő odafigyel erre a szívre, tehát szeret téged, bíz abban, hogyha megoldotta a problémáit, lesz közeledés, és kimutatja az érzelmeit. Légy kicsit türelmes vele, majd ő jön magától, és itt kihat a szív kettőtökre, hiszen itt tényleg szerelemről van szó. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!